Kerepes a liberális szemléletű magyar jogszolgáltatás teljes csődjét mutatja, amely folyamatosan a bűnözők jogai miatt aggódik. Napokkal ezelőtt Kerepesen két család verekedett össze, a hírek szerint közel 100 fő, és lövések is eldördültek. A verekedésnek végül a TEK kiérkezése vetett véget. Ami azonban teljes mértékben elképesztő az az, hogy a rendőrség mindössze 3 embert vett őrizetbe, és most már mind a 3 szabadlábon védekezhet, mind a 3-at kiengedték. A Mi Hazánk Mozgalom azt gondolja, hogy ez nem jó irány, hiszen ezzel azt üzenjük az arra hajlamos bűnöző egyéneknek, hogy nekik tulajdonképpen mindent szabad, és azt üzenjük, hogy a magyar állam gyenge, nem tudja megvédeni a törvénytisztelő többséget. De van egy másik fontos üzenete is a kerepesi esetnek, ez pedig az, amiről ma Magyarországon csak a Mi Hazánk Mozgalom beszél, hogy bizony Magyarországon ki kell mondanunk, hogy vannak no-go zónák. A kerepesi eset sem az első volt már a településen, hiszen előző időszakban volt, amikor szintén egy tekes akciót követően a polgármestert lelövéssel fenyegették meg, illetve egy másik esetben pedig rendőrt kergettek meg macsétával. A helyi lakosok is elmondják azt, hogy az értékeiket nem érzik biztonságban, sok a lopás, és ebben az utcában, a házakon nagyon sok a kamera, és rendkívül sok a szemét. Vagyis pontosan jól látszik, hogy bizony, ez már a no-go zónáknak a jele. A Mi Hazánk Mozgalom álláspontja a kérdésben egyértelmű. Mi azt gondoljuk, hogy olyan erős államra van szükség, amely a törvénytisztelő többséget védi, és ha az autósokkal szemben lehet zéró toleranciát hirdetni, akkor ideje lenne, hogyha most már a bűnözőkkel szemben is zéró toleranciát hirdetnének. Elvárjuk a hatóságoktól, hogy a gyanúsítottakat pedig zárják azonnal börtönbe.